Az Európai Unió értékelési rendszere alapján a hazai szabadvízi fürdőhelyek többsége jó vagy kiváló besorulás kapott idén, négy helyen volt kifogásolt csak a vízminőség. A 274 kijelölt természetes fürdőhely közül 165 természetes fürdővíz kapott kiváló, 64 jó és 6 tűrhető, 4 kifogásolt minősítést. Az idegenforgalmi szempontból kiemelt tavaink, a Balaton, Tiszató, Velencei tó mellett a természetes fürdőhelyek zöme továbbra is kiváló besorolású. Csahogy ahogy felkeltünk, 9-kor megnyitott a strand, mi voltunk az első vendégek itt. Úgyhogy mi a, mi a vélemény nagyon dolog, kellemes így? nagyon kellemes a víz, kisfiam épp gipszbe van, de már csak ezen a héten az utolsó hét, úgyhogy ő, ő nagyon sajnálja, hogy nem tudott bemenni a vízbe, és akkor béreltünk egy ilyen nagyobb úszógumit, és akkor ezzel sikerült. A Tiszató térsége az összes nyári foglalás két és fél százalékát teszi ki. Itt Tiszafüred, Poroszló, Abátszaló, Kisköre és Sarut szállásai a legkelendőbbek a Tiszatónál tavalyhoz képest átlagosan 5,6 kal kell többet fizetni egy fűnek egy éjszakáért. 2019-hez viszonyítva viszont 55,1 os a drágulás. Ennek ellenére is sokkal olcsóbb a strandolás az ország második legnagyobb tavánál, mint a Balatonnál, hisz a szabad strandok mellett a kevésbé felkapott, de legalább olyan szép és igényes kisebb strandok belépő árai, valamint büfé árai is jóval kedvezőbbek erre fele. A napok óta mondta a rádió, hogy a hét berobban a kánikula, de hát mondjuk mi nem ennek hatására jöttünk, mert már jó előre elterveztük ezt az időpontot, de úgy néz ki, hogy jó, úgyhogy itt más program nem is kell, itt a jó kis strand, úgyhogy a gyerekeket nehéz kihozni a vízből. Abátszalók a Tiszató partján, Tiszafüred és Szolnok között fekszik. A város a mozgalmas vízparti üdülésekről, vízisportokról és gyönyörű környezetéről híres. Abátszalók egyik fő turisztikai látnivalója a Tiszató, amely az elmúlt években rengeteg fejlesztésen, újításon esett át, amelyek mellett a strand megőrizte nosztalgikus hangulatát is.